együttesünk az alábbi játékosokból áll. Juhász Krisztina, Bánóci Tünde, Krupács Anikó, Balog Anita, Baradlai Klaudia, Mészáros Boglárka, Szalma Krisztina, Horváth Gabriella, Bolba Katalin, közben labdácezünk, Lődi Dalma, Szölősi Eszter, Balog Katalin, és itt az első gól. Sajnos lemaradtunk erről a gólról, de láthattuk, hogy Balog Kata bomba góljával már is vezetünk 1-0 arányban. Lancman Réka még a csapat tagja, az együttesünk edzője Dányi István, a két játékvezető Fodor Gábor és Horváth Márton. Balog Kata szerez labdát, itt az ittszer, 1-0-ás Bicskei vezetésnél, így is van, Kata szépen úszott meg, tört kapura és kihasználta az ittszerét, és így már is 2-0 arányban vezetünk. És harmadik helyen áll csapatunk, és a Bicskei bélközép hallatlan hangerővel buzdítja csapatunkat úgy, ahogy azt minden hazai mérkőzésen teszi. Baradlai beközépre, és ott az ittszer! Nagyon ügyes gól volt! Mondtam a tabellát, nincs időm végigmondani. Másik Szeleges, harmadik a Bicske. Úgy is van, Baradlai Klaudia góljával már is 4-0-4-1. 7 méteresünket, Balog Kata dobja és be is vágja. Na ez viszont szép gól volt a vendégjátékos részéről. Szépen járatják a labdát védőfalunk előtt, és egy lövés, amelyet Bolba Kata biztosan véd. Ott van még egy újabb szép Bolba Kata védés. 5-2-es Bicskei vezetésnél. És egy nagy gól Balog Kata részéről. És akkor a csapatunk áll a harmadik helyen jelenleg, jobb gól különbséggel megelőzve a Polgár elsőt, közben itt egy szép gólt láthatunk, a Bicske játékos Lődi Dalma részén, és ezzel már láthatjuk az eredményt is, 5 gólosra növekedett az előnyünk. 5. helyen a Rácsalmás együttes áll, 7 meccsből 3 győzelem, 4 vereség, a mérlege a Rácsalmásnak szögük, 6 szerzett pontja van az Abának. A Abán ért el egy 20-20-as döntetlen, és Martonvásár otthonában szinte közben itt egy zicser balokat előtt, így van, habozás nélkül be is vág, és ezzel már is vezetünk 9-3-ra. A tabel 5-ös helyén a Martonvásár csapata egyetlen egy döntetlennel és 7 vereséggel. És egy újabb gól balokat a részéről. Polgárd ellen 19-10-re nyertünk, Rácsalmáson a Huszán 19-re, és a Dunapent ellen 16-24-es a vereség. Itt egy újabb találat Baradlai részéről. Közben nézzük Horváth Robit. Kapufa kipattanót remekül vágja be. Soponya elleni mérlegünk. Idegenbe győztünk 26-13-ra, tehát papírforma szerint abszolút esélyese vagyunk ennek a mérkőzésnek. Tavalyi évben 27-8-ra nyertünk idehaza, idegenbe pedig 27-10-re, tehát teljes mértékben a mérkőzés esélyesei a Bicske lányok. Annak ellenére Szűcsedi dobott egy gólt, és ezzel szépített, 12-4 arányban vezetünk ellenük. Az első helyen álló Dunai várossal mérik össze erejüket a polgárdi lányok. Mi pedig már ugye lejátszottuk ellenük a két mérkőzést. Egyszer győztünk idehaza 19-10-re, idegenben pedig 19-21-es vereség a mérleg. No kérem, itt pedig Lődi találatát regisztráltam, és ez már is vezetünk 9 góllal. Parkas Evelén 7 meccsből 6 gól dobott, és Erkes Istvánnyi 5 meccsből 5-öt dobott.
Lancmár Jékán 7 meccsből 11 gólja van, és a hiányzók közül be itt egy zsitszer az ellenfő játékosok részéről, és Balogni ezt ki is használjuk. Közösen játszik, ő egy második számú kapusunk, nem dobott gólt. És éme egy gyors kontra, egy jó, szép bicskei támadás, és éme itt van Lancmár Jékának az újabb találata, és ezzel 14-6-ra vezetünk találata ezen a mérkőzésen. Itt pedig egy szép gól, az ellenfél játékos a Szolga Péternél részéről, és ezzel 14-6-ra. Lancmár már 33-as, itt egy Szalma Kriszti gombagólját láttuk, 8 gólos az előnyünk. És akkor próbálkoznak újból a vendégek. Szalma újabb nagy lövése, de centiméterek ez a lövés, elkerült az ellenfél kapuját. Vendégtámadás, és egy szép védés Bolba Kati részéről. Na nézzük, mi lesz ebből a bicskei támadásból. Juhász Kriszti fölmegy, és szépen oda a jobb alsó sarokba dobja a lasztit. De Bolba Kata remekül védte ezt a lövést, és a szép bicskei támadás, és egy nagy lövés Szalma Kriszti részéről, és most már 10 a for, 10 van közötte. Juhász Kriszti balok kapja vissza, és egy szép betörés után megvan az újabb balok katagó. Lődi Dalma, Szalma Kriszti, és egy nagy lövés, meg is van az újabb Szalma jó. Tehát remekelnek a bicskei lányok, anyaink. Ha odafigyelnek, akkor bizony tetszés szerint érhetik el a gólokat, egy szép bejátszás és egy nagy gól. Ezzel Szűcs Edith gólját láthattuk. Oké, jön a válasz, Balog Anita, így van. A soponyai támadók eladják labdát. Balog Anita egy az egybe, így is van, zicsert így kell kihasználni. Újabb bicskei támadás és egy szép. Horváth Gabi, és kézről kézre jár a labda, Juhász, Mészáros, hoppá, kezét ugyan lefogták Bogártának, de a játékvezető hagyja tovább menni, nem látta valószínű, és egy kontra, és jön a gól, 6-os számú játékos Szolga Péterné találatával, 22-11, tehát csak 11 most már a for. Juhász, így is van, remekül fordult be, Kriszti. Na, most pedig a vendégek veszítették el a labdát, egy gyors indítás. Itt a nagy helyzet, így is van. Kupács Anikó találatával már is 24-11 az eredmény. Ott örülhet, hogyha nem vissza meg nagy arányú vereséggel. Tehát 2 pontos előnyre teltünk Szerpolgárdival szemben, de még azt tudjuk, hogy mi is játszunk majd a Dunajvesi csapattal. Újabb bicskei próbálkozás. Mészáros Boglárka, ajaj, Juhász Kriszti, ez nem jutott el a labda, itt pedig a kontra, és úgy is van, kihasználja Szűcs Edith a lehetőséget, és mintha győztes gól dobná Edith, úgy örül ennek a gólnak. Közben egy 7 méterest ítéltek javunkra, és így van, be is megy be, ám bizony Szőlősi Eszter gólja. Megszerezte első gólját, Eszter, gratulálunk, csak így tovább, sok ilyet még Esztinek, meg a többi játékosnak is. Itt egy átlövés gól, bizonyán Balogné remekül ment fel, és szerzett gólt, 25-14. No kérem, közben Juhász Kriszti, 7 méterese, így is van, meg is van a 26. bicskei gól, és pedig már 3-at. Na nézzük akkor, hogy mi lesz ebben az újabb bicskei támadásból. És bizony ott egy szép gól Kupács Anikó részéről. Lehetett volna jobb befejezés is. A vendégek kísérletezhetnek most gólszerzéssel. Vas Valéria újabb találatával 27-15. Na kérem! Közben vége is lett a mérkőzésnek, 27-15-re győzött a bicskei csapat. Kedves nézők, Dány István látja, hogy a bicskei TC női csapatának a szakvezetőjét. István, először is gratulálok a győzelemhez. Te hogyan értékeled ezt a mai győzelmet? Nagyon szépen köszönjük, üdvözlöm a tévénézőket.
Igazából elég nyögvenyelős volt ez a mérkőzés. Az első fél időt nagyon meghajtottuk, azt játszottuk, amit elterveztünk. Nagyon gyors, lerohanós, nagyon kemény védekezéssel, gyors támadások befejezése. Mi erre szeretnénk készülni, ezt szeretnénk nagyon sokat gyakorolni. Ez a mérkőzés erre nagyon-nagyon jó volt. A másik fél időben szerettem volna a lehetőséget adni azoknak a játékosoknak is, akik egy kicsivel kevesebbeket játszanak. Úgy mondom, hogy összességében meg voltam elégedve, mindenki hozzá tudta tenni azt, ami ez a mérkőzéshez kellett. Úgyhogy folyamatosan próbáljuk erősíteni a csapatot. Igazából még ez az év is elvárásaink szerint dobogó, és hát jövőre mindenféleképpen bajnokságot szeretnénk nyerni. Mindenféleképpen, hogy benne leszünk az első négyben. Ugye most dobogósok vagyunk, jelen pillanatban a harmadikok vagyunk, de hát mi szeretnénk előrébb törni, és hát dobogón szeretnénk végezni. Azt szeretnénk, hogy azért még többen jöjjenek ki, még többen buzdítsák Bicskéről ezt a csapatot, ugyan Száron vagyunk, itt vannak a mérkőzések, itt vannak az edzések helyszíne, de minél több nézőt szeretnénk, és hát szeretettel várunk bárkit. Köszönöm szépen az interjút. Nagyon szépen köszönöm én. További sok sikert is. Köszönjük szépen a csapatot. Kedves nézők, Balog Anitát látják. Hát az edző szerint a mai mérkőzés egyik legjobbját láthatjuk itt most, aki velem beszélget. Remélem, hogy így gondolja. Hát jelenleg a mostani mérkőzésen gólban nem tudtam annyit hozzátenni, mert csak 3 gólt tudtam dobni, de remélem, hogy a védekezéssel és a buzdítással, illetve a húzásokkal tudtam segíteni csapattársaim játékát. Az első fél időn mindenképpen nagyon-nagyon küzdelmes, nagyon jó, gyors játék volt. Hát sajnos a második fél időben érezhető volt a második sornak egy kicsit bizonytalansága, illetve amit én láttam, hogy nem kellett volna megtörni a 6-os falat. Tehát én úgy éreztem a második fél időben, ez a nyitott védekezés, nem, nekünk mi 6-os falban vagyunk erősek. Hát ami nekünk most nagyon fontos, a gólarány, tehát erre nekünk nagyon kellett figyelnünk, erre nagyon készültünk, ugyanis sportversenyben vagyunk 3.-4. helyért, mi vagyunk a 3., de gólarány miatt. Ugye Polgárdival vagyunk sportversenyben, itt mi nyertünk, ott sajnos kikaptunk tőlük, úgyhogy megáld. Végülis te hova várod a csapatot? Mindenképpen Felsőház. És mindenképpen dobogós helyet, ez a 3., úgy érzem, hogy egy totálisan reális a csapat számára. A csapat egység szerintem rendkívül jó nálunk. Természetesen a Claudia nagyon fog hiányozni, mert egy nagyon meghatározó játékos szerintem. Nagyon jó húzásokat csinál, meglátja a csapattársait a pályán, illetve a védekezésben is nagyon hasznos tagja a csapatnak. Tudnál-e még valamit mondani nézőknek, akik nézik adásunkat? Minél többen jöjjenek és nézzék meg élőben a meccseinket. Ide Szára, hiszen közel van a Szári sportcsarnok. Így van, egy nagyon kulturális sportcsarnokban, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Köszönöm szépen a beszélgetést, és további sok sikert, Anita. Én is köszönöm szépen. Ja, és még azt üzenem a nézőknek, hogy jövő hét szombaton szintén hazai mérkőzésünk lesz 17 órától. Jó, köszönjük szépen, szeretettel várjuk a nézőket. Még egyszer köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen.